Sziasztok! Jó reggelt! Megyünk ide a szembe lévő földre kukoricát vágni, mert ahogy Attila szokta mondani, ha egyszer egy üzletbe indul, akkor csinálni kell. Fogjuk akasztani a kukorica adaptert. Lehet, hogy megkérdezitek, mert így, ha fönn van az asztal, az én véleményem az sokkal hamarabb föl tud menni a rágcsáló a gépbe. És ha leakasztom, a gumim még eddig soha nem ment föl se egy egér, se egy patkány, semmi. Úgyhogy ezért akasztom le minden leakasztás után az asztal. De hát ezt a 3 vagy 5 percet megéri szerintem, mert te hogy gondolod? Szerintem sokkal jobb. Jó. Beülsz mellém? Kocsival ki kéne állnom előtte. A kocsival kiállnék ide. A lucernára kiállok. Addig a kosarat engedd lejjebb egy picit. Jó. Lilitet, mintha kérdeztem volna, hogy jössz-e? Kinyitom az ajtót, már egyből benn van a kocsiba. Kis genya.
Na, amíg én kiálltam az autóval, addig Attila ott a végét ott megvágja. Vagy úgy gondolom én.
igen, ott nem is hallani, mert amúgy itt mentem mellette, végig lehetett hallani, hogy a kukoricacsövek kopognak, de itt most nem lehet hallani semmit. Mi van, Dili Bogyó? Jó neked ennyit ugrándozni? Itt körülöttünk? Jó? Magának a forgó részt. Igaz, a mellette lévő földet is mi műveljük, úgyhogy ha rámenne, se lenne probléma, hogyha ott megfordulna. De úgy látom, hogy szerintem azt sem nagyon akarja most tapolgatni. Óvatosan kell forgolódnia, mert ugye ott ilyen kőkupacok vannak, amit már benőtt a gaz, nehogy megnyomjuk a kombány hátulját.
ahogy látom, szépen egybe jönnek ki a csutkák. Na, úgy látom, hogy kiüríti. Meglássuk, hogy ezen az egy fordulón, meg azt, hogy ott, hát ott a végét, hogy kivágta az semmi, mert ott aztán nem volt semmi. Most indította el a csigát. Hát már most több van rajta, mint mikor 2 nappal ezelőtt vágtunk. Amikor olyan faszán matekoztam, nézzétek el nekem, ne haragudjatok, nem voltam a toppon. Meg a drótháló, meg a betonvas, mindegy, nem voltam a toppon, ne haragudjatok. Tegnap néztük vissza mi is a videót, úgyhogy na, faszra mondom. Én is beszéltem jobbra-balra mindent. De hát ez van. Jó, jó, oké. Jó, egy még egy kerülő. De azt lehet, hogy benne hagyja a tartályba. Mindjárt mondom neki, hogy még lehet, hogy nyitnia kéne vagy a szelelőn, hogy nagyobb szelet adni neki. Egy pici csutka darab még van benne. Vagy nyitni a kosáron, mert ezek szerint még mindig törik. Egy pici. Mutattam neki a, ez ami beszélünk, mutattam neki a csutkát, meg itt a kezembe a darab, és már mutatta is, hogy egy pillanat. Hogy állítson rajta. Lilit, gyere ide. Semmi félelemérzete nincsenek a kis dögnek. Valamit, de lehet, hogy hátul a rostán fog valamit állítani. Aha. Hopp. Azért szóltam neked, hogy ilyen pici csutka darabok még vannak a kukoricában, hogy valamit állítsál rajta. Azért mutogattam, hogy vagy nagyobb szelet adsz neki, vagy valami állítasz. Hát a legvégén van a tartályon fogod alul, erre már nincsen. Hát tudod. Tudod, a legvégén mindig a szemetesebb része jön ki, de meg, látod, a tetején van csak. Hát igen. Hát de jó lenne, ha még azt lenne, nem? Hát állítunk még meg. Hát próbálj meg egy picit, mert nem sok van, csak egy picit. Ne visszavegyed! Ne visszavedd! Ne visszavedd!
tudjál még rá, hogy ezt kifújtál. Sétáljuk még egyszer ezt a távot oda-vissza. Reggeli testedzés meglegyen. Igaz, Lilith? Ezért nem mentem a kombányba, mert képes bemenni a kukoricába, mert ahogy megfigyeltétek, ahol én vagyok, ott vannak a kutyák. Aztán nem akarok én problémát. Ha meg is őrülnék, ha valami bajuk lenne. Ilyenkor azért tolat hátra, hogy ő saját maga után megnézze, hogy milyen a csukka meg az ilyesmi. Tehát nem kell kiszállnia, hanem addig visszatolat, és akkor megnézi. Tudom, hogy halljátok, ezzel mondom, hogy mit mond. Mondja, hogy gyere, ülj be! Daratásra úgyis mindig olyan ritkán van külső felvétel.
csak egy perc nyugta sincsen. Mert hogy ez a lucerna nem szúrja a kis tappancsát, hihetetlen. Benne legyen egy a videóba a bemenetetben a kiöveteli. Tudom, hát rá akarod engedni? Nem tudom. Nekem mindegy, hogy ráengeded-e. Mondjuk ezt utána most nekünk le kell zsákolni. Mert általában, amikor meg van vágva a teherautó, akkor riftig kell.
Péta. Igen, hülye Péta vagy. Nem, hogy bent feküdnél a hűvösbe. Na. Ez két kerülőről van. Igen, azért ez most jobban be van már állítva. Látod, ez már jobban be van állítva. Az is be volt jól állítva. Megtanítottam, igaz? Megtanítottam. Csak még arra kéne megtanítani, hogyha le van húzva az ablak, hogy neki ne legyen melege, ne akarjon kiugrani menet közben, igaz? Közben, ahogy látjátok, megtaláltuk a... vagyis a szomszéd megtalálta a kis cicáinkat. Hál' Istennek, jól vannak. Igen. Zsanikának az örömére lett egyetlen egy darab fekete kis cica. Hát ő az övé lesz. Igen, itt a mama cica is. Olyan, mint a krokodil, aki a tojásaitól nem, nincs messze, igaz? Na, ahogy ide jövünk a cicákhoz, már itt van a dobozba, vagyis ebbe a ládába. Úgyhogy van három fiúcskánk, meg két lányocskánk. Igaz? Igen. Úgyhogy ne akarj már ráfeküdni maradékba. Úgy. Igen. Téged is simogassunk, igaz? Így. Ne csak a kicsiket. Ne csak a kicsiket. Téged is. Úgy. Hogy? Attila fújja a tárolót kifele. Azt a mindenit neki. Elkezdjük a zsákolást. Leveszik hátuljáról. Melyik oldalra kényelmesebb neked fordulni? Maradj ezen a fenn. Így jó. De nem ennyi sugár hátulját is. Mi ketten fölrakjuk a vérben. Egyedül ismerek, hogy nem adom ezt. Ne kössük! Egyből? Régen. Kötöd? Kötöm, csak azt engedd el. Még nem szeretem kötni.
száraz a kukorica. Nem vizesedett semmit. És akkor hova? Egy hármat, négyet kössünk be, azt földobjuk akkor. Jó? A mérlegre. A mérlegre. Nem kell nekünk kapkodni rá, hogy kívánc van a gyönyök. Szeretek kapkodva dolgozni, mert elég volt régen kapkodásból. Amit ma megtehetsz, azt megteheted holnap is. Igaz? Valahogy már munka megvár, az nem fog elmenni. Nem fogja helyettetek senki megcsinálni. Majd én összeszedem. Tessék. De lehet, hogy inkább úgy kéne, hogy kevesebbet rakjunk bele, nem? Hogy gondolod? Teljesen jó a csumája itt a végén. Tolynak a tyúkok. Nyomják rendesen. Ezzel ott a kodának. Más dolguk sincsen. Enni, inni. Meg tolni. Hoppa kutya! Egyet! Nézd meg, mit kikergette ki? Igen. Másik meg várja. Össze dolgozik a kettő. Okkos, ügyes van! Ügyes van! Erre mint a gazda! Azt te? Persze. Nem? Ez a konditerem, gyerekek! Nem a... Edzőterem? Futok meg az edzőterem. Ne csavarsz egyet valakinek. Nem kell teljesen, mert kicsőzve. Jó? Ezután a munka után szerintem van egy jó-jó zöldszemei. Na! Még egyet felszerünk, és akkor pont. Jó? Pont, veszünk. Igen. Kicsi dolgozik. Hopp! Ezt elbatták. Még egyet. Nem menjünk arra a végére? Vagy jövünk erre a végére? Nem menjünk arra a végére. Nem menjünk arra a végére. Kell kihordnom a főút. Miről beszélsz? Jó. Kell megérni a munkától, gyerekek. Munka megvár. Megunom, akkor bemegyek. Kész. Még egy, igaz? Á, nem kell. Fél. Fél? Bőven elég. De még lehet, hogy elég. Jó? Sok erőköt. Hát a pont meg, azt is kell pont. Miért csúnyán beszélsz már? Hát de, mint, és amikor egyedül szedegetem. Ritkán van, de szokott lenni. Ritkán van. Ritkán. Egy évben egyszer-kétszer. Aha. Amikor egyedül vagyok. De te most a kukorica szedésre beszélsz? Az 70-80 zsákban kell egyedül felszednem szerinted, ott kiemelgeti meg, amikor le kell mérnem, mert nem vagy itthon, és kuncsa. Jönnek. Ki teszi a mérlegre? Nem a kuncsa. Ki csapom a mérlegre. Na. Hát. Ha nem bírom, majd szólok. Egy fele legyen a szája már. Igen, de azt a felét én fogom, mert azt mondtad, hogy mindig azt a felét szeretett fogni. A segít. Igen. Te ilyen izé vagy. Én szókimondó. Ilyen odaadó, tudod. Hát, na. Te mindig azt mondod, hogy nyers vagyok. Te? Hát, én tudom, frissen vágott bárányhús. Ha egy lajlok, hogy érezd, hogy én is dolgozok. Ja, értem. Akkor majd keresztbe kell, jó? Kicsi dolgozik. Most már mondtad. Hapszik?
Nem szabad sokat dolgozni. Igaz is. Ez csalás, mert már érezte a csapcűzőket. Dolgozzon az, aki meg sok ereje van. Tudjátok. Ami nekünk van. Na. Mi nézzük meg, hogy a hover jár. Oh, mama. Az még édes kevés lesz. 194. Az édes az nem kevés. Az sok. Utána jön a betegség, mi? Persze. Tényleg? Azt hittem, hogy nem látom. A szemem, mint a sasé. Kivéve. Kibomlik. Nem szeretem, amikor nagyon tele van. Inkább legyen 5 kilóval kevesebb benne, egy zsákkal többet felszerek, mint hogy utána itten izéljünk vele, játszunk a zsákkal. Érzettem meg, vadonat új volt 10 éve vetett ez a zsák. Kicsit lisztes, de jó. Amint felszerünk, hogy így ezek már kisebb zsákok lesznek. Ez a vasárnapi mók, ugye? Nem? Kicsikét már nem fog menni az üzembe. Azért csak a fanyakúrás teját, nem? Ugye? Fogalkozni. Folyamatosan karba tartom. Karba tartom. Tudod. Karóba tartom. Hú, jó. Hogy tudja kötni a zsákot? Na most mi baj van, nem jó? Jó. Akkor... Én nem mondtam, hogy nem jó. Ne panaszt vagy. És meg sem szólaltam. Itt ezen a fanyakon. De ezeket a munkákat nem szoktuk nektek elvenni. Na akartátok látni. De most akkor untatunk benneteket. Utána meg egy kicsit alacsonyabb is. Patika a gép. Minek a hangja? A csirkék.
mondok, akkor egy tojás. Egy tojás, katilja gyűjtök. Igen, azt mondta öreg anyag. Egy tojás, egy doboz gyufát kaptam. Annó. Nincs elég tojóhely neki. Sok van benne. Sok van benne? Jó. Zabról jön le. Ha meg az enyém, ha fölte vászna. Honnan már jött ma kettő öregbe? Marulok nekik. Beletoljnak a zabba a porkos. Nem elég nekik a lucerna, hogy oda toljanak. Oda is föl kell mászni. Nem. Itt már lassan izé lesz. Melyik volt az a játék? Na innen nem jut a szembe. Mehetünk. Na gyerekek! Haladunk a fürdés felé. Arra én megszállt. Ezek van uniós zsákok. Ezekben nem megy annyiba, mint a régi zsákokban. Na, mérjél rá egyet. Még egy négyet szedjünk fel. Három. Jó, a drága BL55-ös liszt. Na. Pontosan megtudjuk, hogy ezen a földön mennyi területet felírjuk. Körülbelül nem. Mondjuk azt nem, amit ledarálunk. De már daráltunk a sokat. Nem engedi ám, hogy én csináljam. Igen. Ő akarja mindig csinálni. Ritkám az ilyen asszony, fogom meg kell becsülni. Igaz? Tudod. Olyan, mint a fehér holló. Ajjaj. Fehér alapon. Igen. Ilyet tudjátok, nem találtok a diszkóban, meg a nagybani piacon se hajnalban. Ilyet csak itt találtok nálunk a tanyán. De nem eladó, nem eladó. Ki van pihenve az ember? Én? Na, hogy ne lennék? Hát minek csinálj dolgot, aki nem adik? Mondja a hülyeségeit. Munkából csak megélni lehet, tudjátok.
Pénzből lehet pénzt csinálni. Így van. Munkából nem tudsz pénzt csinálni. Munkából csak annyit, hogy ne hagyj éhen. Ez a kukorica is olyan, hogy ő mindig 1 millió forintot beletette a 10 hektár földbe. 1 millió 3-4-et valahogy. Igen. Na de mindegy, nem is ez a lényeg. Lényeg az, hogy borszéki... Nem, borszéki üvegben van a buccini víz. Ez a forrásvíz. Forrásvíz, gyerekek. Na ezt, ha megisztok egy ilyen üveggel, nem mondom el, hogy mi lesz tőle. Karmantyúk! Mi az? Te is ezt hiszod? Azért nem bírni veled itt a munka közben. Annyi elő van benned, mint a hajderménkű. Mondjuk tényleg jó ez a víz, na, viccen kívül. Hoztunk egy jó pár litert, odaadtam. Egy jó pár litert hoztunk. Amíg ez a víz van, addig én nem szoktam kólát inni, de... Most ittam kólát is reggel. És ittunk borszéki vizet is. Az is ugyanilyen jó. Igen, de az ásványvíz. Az ásványvíz. De ez a borászvíz a legjobb. Akár nem semmi, miért kell néha sorba állni ezért a vízért ott a forrásnál, igaz? Forrásunkban sokan ott álltunk sorba. 1902 óta folyik, vagy valahogy vagy 1902 és 1904 között építették azt a... Gondolom, az előtt óta folyik, és azóta megállás nélkül folyik. Ez az, hogy mondtad? Azóta folyik. Az előtt óta folyik? Az előtt óta folyik. Na jó van. Ez az aratás előtt óta. Hú. De ezt a szót nem is ismered, mi? Hát, ezt még csak tőled hallottam. Na, most akkor várjatok. Most kikérem a véleményeteket. Ha 1902-ben építették ki ennek a forrásnak a vevőhelyét, akkor nyilván előtte már folyt ez a víz, hogy kiépítették. Na, így van, hogy már előtte is folyt ez a víz, nem előtte óta. Jó. Most mondod, jó. Jó. Nem előtt. Az Isten, nevet már. Mi van? Dobálózom már, nekem szemüvegem van és karcolódik. Te. Mi a szemelem? Mi is te kezded? Én nem kezdtem semmit. Sok van benne. Sok van benne? Ó, jó, gyere akkor! Na! Na! Kiszedtem így, jó? Jó! Na! Na, te kötözködjél! Én nem is... Én dolgoztam, te játszottál. Mindenki látta. Persze! Na, mondom! Nem én dörgölöttem hozzád. Hát hogy férjek oda, amikor itt vagy? Hát hogy vegyem ki? Hát látnom kell, hogy mit veszek ki. Igen, chips. Chips az acskóban van. Igen. Chips, meg a kristály, meg a kriptály, tudod. Ja. Te is azt mondod? Jó, ha itt 5 mázsa körül járunk, most már anyát kezdi csípni a csípő. Nem, egy kis bogár volt. Kis bogár, bogár. Gára nem nagy bogár, karmantyú bogár. Bogár a karmantyú égtől. Na jó, akkor meg a zsákodat. Figyelj! Figyelj! Azt hiszed, hogy egy olyan zsák... kibabrál velem? Hülye! Hülye! Nem már megjelzik a kamera! Tessék, kifogna! Kell még valami? Oda lézzük! Én is elbírom! Na! Nem tudom fejedre! De azt már nem bírom! De megem, megbírom. Hogy bírják azok a emberek minni a fejükön ezt a szart? De figyelj, hogy jónak erre képezve valamit. Micsoda?
hátra borul a fel. Órat kell tartani. Nem bírom mit tartani a fejében a zsákukban is. Menjél, kötözködjél már, na. Na! Na, az ott pont nem jó, meg kitámad. Na, lázzál már itt nekem, mindjárt megfűröztelek a kukoricába. Hú, gyerekek! Na, főnök úr! Ugye, hogy még kell? 2 kiló. 2 kiló? Igen, mert 98. Bazd meg! Annak már szatyrot hozok. Hozzál neki szatyrot. Jó volt? Nagyon jó volt. Kamera mindig rajtam legyen, mert te rosszalkodsz. Én dehogy? Na, hozom a szatyrot. Na, felszedtük az 5 mázsát. Mi van? Semmi, hát hallgatlak. Meg se szólalok, mert már neked már valami. Milyen, nem szóltam én egy szót sem. Nem? Na hallgatom, hogy mit mondom. Hát egy felszedtük az 5 mázsát, mindjárt jönnek érte. És? Már ennyi? Nem tudom. Te osztod be a munkámat. Akkor már ennyi? Ó. Mindegy, tegnap megfőztem, tegnap főztem pityókástokányt, pityókatokányt a család örömére. Tényleg akkor azt most elviszik, mindjárt meg is teszek is belőle, mert telepettem belőle. Róka gombával, megspékelve. Most biztos jobban összejött a szíze. Hát gyerekek! Megmondom őszintén, most ma vasárnap van. Vasárnapi munkán nincs áldás, úgyhogy szerintem nagy munkát. Szerintem már ennyi volt a munka, hogy már ma ennyi volt a munka. Megküldök, bejövök kocsiba, emelk a boltba, veszek egy kis fagyit. Kis fagyit, és igen. Akkor leülök a tévét nézni. Aki úgy gondolja, ma dolgozik, azt hagyd dolgozzam. Mi viszont nem fogunk dolgozni. A munka megvár minket holnap is, holnap trágyázni fogunk. De már kaptuk azt a jelzést, hogy hát kíváncsi vagyunk a darálásra is, meg a trágyázásra is. Most a darálásnál nem nagyon tudtok. Az a baj, hogy olyan hangos a daráló, hogy semmilyen szót nem hallottok a darálótól, de épp tegnap gondolkodtam rajta, hogy majd veszek már 2 mikrofont. Hogyha mucsaröcsög én vagyok, anya meg itt van, hogy halljátok a hangunkat, mert nem jó a hangminőség. Úgyhogy lehet, hogy a jövő héten veszünk 2 mikrofont. Hát nem tudom, hogy ha veszünk ilyenbe, mert ugye azt a mikrofonnak van ez a kis izéje, az be kell dugni a telefonba oda, ahol ugye a töltőt dugod el. Egyik mikrofon ide, másik mikrofon ide. De nem tudom, hogy akkor változik-e a hangminősége, mert az én telefonomon visszahallgatva iszonyat recsegős a hang, de hogyha már a tévén nézzük meg, ugye ott igaz, egy picit tompább a hangunk, de azért sokkal jobb a minőség. De nekem ilyen a hangom, tehát halljátok. Nem vagyok mucsarecsegős. De hát, hogyha ebbe visszahallgatod, mucsarecsegős vagy. Na, gyertek! Hoppá! Nagyon durva! Hopp! Megint adta malackák, hazamutatom a malackákat. Lezártam itt őket. És a kétalom ki van nyitva, a kétol, az egyik ott, a másik ott. Úgyhogy én már bejelölgettem őket, például az is ott be volt fújva pirossal, meg ez is pirossal, de már lekopott róluk, hogy tudjam, hogy melyik anyához tartozik. De hál' Istennek nem kell vele foglalkozni, mert mindegyik a saját anyjához megy vissza szopizni, úgyhogy azzal nincs gond, hogy szopizás közben összekeverednek. Én sem szoktam máshol menni. Te fejezd be! Én is mindig a saját anyjához megyek. Menjél már most már, na! Na, ne legyél meg gonosz! Apa, gyerekek is nézik. Hát én a malacokról beszélek. Igen. Senki nem szokott menni máshova szopizni. Mindegyik kis malac a saját anyjához megy. Igen, igen. Nem? De te nem vagy malac.
Nézzétek meg, olyan szép kis sonkásak. Milyen sonkájuk van nekik, mint a világ? Ott meg ott, őket mi nem engedem ki, mert ők mi nagyon picik ahhoz. Most van rajtuk a himlő. Tehát ezt a himlőt, akinek... Ilyen fehér fosás. Hát igen, ilyen fehér fosás. Abba leszoktak gyengülni a malacok. Valamelyik megmarad, valamelyik nem. De ez egy... Körülbelül egy 4-5 nap és keresztül megy rajtuk. De hát ez minden egyes malacnál végbe megy ez a történet. Úgyhogy... És az általában ilyen... másfél-két hetes korba szokott történni, hogy végigmennek ezen a himlőn. Ilyenkor fehér krémszínűt kakilnek, és olyan jellegzetes szaga van amúgy. Van nekik víz. Kaja. Mellette még mehetnek cicizni is. Azért most már látszik, hogy most már kezd összébb menni az anyadisznó. Én tegnap ezt a három ólat én kitrágyáztam meg itt, ahol a malacok vannak, hogy tisztán legyenek, de hát úgyis belefekszenek az... Na ugye az anya, hiába adok neki oda szárazat, ide vizet, összekotorja magának, ezt csinál magának moslékot. Gyerekek, nézzétek meg, itt változott a menetre. Itt az anya koca. Szopizza a kicsit, buzerálja nyelvével. Hát ez jó. Jajaj, ne játssz a 90 forinta. Mutassuk meg. Ez az egy volt ott fönt? Hát még ül a tyúk, nem akartam lezavarni a fészekről. Jaj, értem. Nándinak adta menni. Azt látom. Mennyi, mutasd meg. Hát... Jó, hogy ő van. Azért kapja a Nándi a primer árut. Ó, jó kis pocakos. Most tőle sajnálom. Nincs. Ahogy na nincs. Lássátok, milyen lucernát kap. Kis bálásot hoztam most neki le egyet. De van még úgy vésztartalékban egy 25-30 bála. Neki. A szeptemberi fialásos anyadisznónk. Szia, Nózi! Ja igen, megérzi a tojás szagot. És már nyitná a száját, mert hogyha megvan törve a tojás, én azt oda szoktam neki adni. De hát ez most jó tojás, igen. Ez most jó tojás. Na, menjünk. Jó van, menjünk. Várjuk az emberkét. Jó van. Nem sokára jön. Jó van. Benned kell nekem egy... Egy 6 liter fagyit. Befekszek, azt nézem a tévésnél, várom a hétfő reggel. Igen. Na itt vannak a nagy hízók, hát... Szokás szerint benne a szarba, meg ott kitúrják a vizet, belefekszik a vízbe, melegük van, nincs mese. Az összes szalmát szétrágják maguk alól, megeszik, úgyhogy hiába almozunk, egyszer nem marad alattuk szalma. Na mindegy, holnap, ha van kedvetek, akkor a trágyázást is megmutatjuk.
azoknak van ott belül. A 14 is, amit vettünk. Innen is tegnap kiszedtem, de hát, mintha nem is trágyáztam volna. Olyan. Mert mocskolnak a vízzel. Szépen nőnek. Nagyon. Ebből lehet, hogy fogok hagyni egy anyának valót. Csak még nem tudom melyiket. Na megnézzük, hogy van-e itt tojás, de nincs. Na, a marha bele akar feküdni. Kiesik. És hiába takarítjuk ki a vizesedényüket, kiszedjük ezt a dzsúvás vizet. Fél óra múlva ugyanilyen dzsúvás a víz, úgyhogy nem tudom mit csinálni, ha ő nekik ez így jó, akkor így kapják. Igaz? Na, hiába takarítjuk ki a vizesedényüket, állandóan dzsúvázzák. Fél óra múlva ugyanolyan dzsúvás. Beletaposnak, belefekszenek. Nem tudom mit csinálni. Na, majd jönnek. Menjünk be. Jó van. Igaz is. Azon rögtem reggel, hogy Attika is tüsszögött annyit. Na, gyerekek, hogyha tetszett a videó, akkor tudjátok, kommenteljetek. Aki nincs feliratkozva, iratkozzon fel. Nyomjátok a lájkot. Bizony. És lesznek videók megint. Jaj, és nekünk lassan kezdődik a buli! Kezdődik a suli. Jaj. Jaj. Kezdődik a suli! Mondjuk Attika nem örül neki, szerintem az iskola temetésére elmenne. Simán, ő lenne a zászlóvivő. Még annyiból nem jó, hogy állandóan menni kell az autóval reggel. Délután, mert ugye én legszívesebben nem is ülnék már kocsiba, ha kell egy hétig se. Mert már vezettünk annyit, hogy már elég volt. Örülök, ha nem látom a futót. Traktorba se akarok ülni. De muszáj néha beülni. Dugd el a bélésedet. Ebbe és abba is. Úgyne. Néha muszáj beleülni. Azért van kint. Igen. De hogy mondták? Milyen a kövér ember? Szexi? Nem. Akkor nem tudom. Milyen a kövér ember? Tele van szeretettel, nem? Ja. Egy vékony ember az nem tud ilyen jókedvű lenni. Ja, igen. Mint amilyen én. És sose, figyelj! Vagy figyeljetek! Valami nem sikerül! Anya mindig mondja. Hagyd ott a picsába, majd megcsináljuk később. Kész. Igen, amikor már nagyon rágörcsöd... Nem fogok foglalkozni most, haj csak mint a marha, akkor se lesz több, mint másnak, meg ugye nem is akarok hajtani, mint régen, elég volt már, én már belefáradtam ebbe, amin van, az nekem elég. Inkább így mondanám. Úgyhogy... Megyünk, most is fogunk menni szerintem hamarosan. Ja, be fogom üzemelni a Volvo-t. Hölha. Vennem kell bele egy új akkumulátort, mert az akkumulátor az nem jó benne, ki is vettük, hogy nehogy baja legyen. Már oda is adtam egy srácnak, hogy vigye el a büdös picsába az akkumulátort, nehogy még egyszer visszategyem, nehogy elkezdjem tölteni. Úgyhogy nincs is benne akkumulátor, úgyhogy jövő héten elmegyek, veszek egy új akkumulátort, lemossuk az autót. Ugye van rajta biztosítás, minden be van fizetve, műszaki minden. És szépen elmegyünk vele majd most fürdeni a Volvo-val. Úgyhogy kicsit hadd menjen ő is, és utána meglátjátok, hogy mi lesz a Volvo-nak a sorsa. Majd kiderül, még erről nem beszélek, mert van egy barátom, aki mondta, hogy jó lesz, na, vagy hogy mondjam. A lényeg az, hogy ha az autó is el kell onnan állni a napról, mert a napon, ha áll a napon áll a gép, vagy az autó, akkor most a kombány ott áll, de miest elviszik a kukoricát, én rögtön be fogok vele állni, mert én megőrülök, ha a kombány kinn áll a napon, vagy valamelyik autó. Most a terepjáró napon áll, úgyhogy nagyon szépen megkérlek, hogyha majd ennek a videónak vége van, akkor onnan el kell vele állni, és ide be kell állni a tető alá, mert lerágja róla az összes lakkot, mindent ez a nap. Jó. Olyan UV-sugárzása van a napnak, hogy tényleg... Na, de köszönjünk el, mert szerintem már lehet, hogy így sem fogunk beleférni a 90 percbe, úgyhogy... Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót.
holnap trágyázni fogunk, úgyhogy lehet, hogy arról is lesz videó. Mert sokan kérdeztek, hogy trágyázást is mutassuk. Hát én megmutatom nektek, hát nem probléma. Nem nagy vasszis, de azt mi elfáradunk, ti meg lehet, hogy jót röhögtök rajtunk, de nem számít. Engem nem zavar, hogyha valaki nevet ezen a dolgon, mert... Tehát én ezen már túl vagyok, hogy valakivel nekiállják vitázni ilyesmit. Tehát én nem fogok senkivel sem, nem fogok vitába szállni. Nem is szabad. Ebből én már kinőttem. Na, amit jó van. Köszönjünk el. Puszi nektek. Iratkozzatok fel, lájkoljátok. Nem szinte, ha ott van a 7000 feliratkozó, és elérjük a 7000 feliratkozót, akkor cigánykereket fogok hányni. Ajaj. Nem inkább érde. Nem. Inkább csak csináljad. Hányni ne hányjad. Csináljad. Jó? Igen. És én azt fölveszem. Hú, ez lehet károt mondani, erre nagyon sok lesz a komment. És akkor fölveszem, ahogy itt fogsz vergődni itt a földön, mert én sem tudok cigánykerekezni, de azért te megmutathatod ezt, hogy kell, jó? Na, hogy rölgjenek. Persze. Na, puszi nektek! Te bemutattad a madaradat már? Én nem mutattam meg a kis kolibrimet, de ha így haladunk, tényleg sose köszönünk el. Ha valamely nap majdnem lelőttem a puskába. Igen? Hát mi rángatolódik itt emberek? Igen, mert ha fúj a szél, akkor ez így pörög. De most nem. De most nem fúj a szél. De most nem. Kis kolibrim. Kis napelemes kolibrim. Na én onnan beállok a terepjáróval. Oké, kulcsér, menjél be. Fú, gyerekek, tűz a nap, mint az állat. Be kell mennem a klímás helyiségben, mert ver a víz. Ó, na. Ver a víz. Puszi nektek! Sziasztok!